Rengeteg olyan helyzet van a kanyarban, ami megtörténhet bármelyikünkkel. Teljesen tipikus eset következik, egy olyan, amikor egy idióta autós a neki kanyar elején, a motorosnak neked a kanyar végén, ő megfordul baznak. Tehát én ezt nem is értem az ilyen idiótákat, hogy nem az egyenesbe fordul meg, ahol előre-hátra lehet látni egy csomót, és föl tudnak rá készülni. Nem ő ott, ahol egyébként a lehető legnehezebb a megfordulás. Mindig kalkuláljátok bele, hogy a közlekedő feleknek egy része nem gondolkodik. Nem, hogy motoros adja nem gondolkodik, még autós aggyal se gondolkodik, hanem ösztönből cselekszik bazd meg, kell fordulni, nem akarok túlmenni, és jellemzően komolyan mondom, rühellem azt, amikor ilyen 2-3-400 métert kéne tovább menni, hogyha elrontotta egy irányt, akkor biztonságosan meg tud fordítani az autódat, nem bazd meg, ő azonnal megfordul, mert nehogy már elpazarlódjon az a 20 másodperc, meg az a 200 méter nyűzemanyag. És most azt mondom, hogy ebből a szempontból, hogy a motorosok jól közelítették meg a kanyart, jó pozíciókban voltak, és ki tudták védeni az ütközést. Nem az autóson múlt az, hogy a motorosok megúszták ezt a helyzetet. Jó volt a motorosoknak a motorkezelési készsége, jók voltak a pozíciók. Igaz, hogy a végén történt egy kis apró malőr, mutatom, miről van szó, és látni fogjátok azonnal. Egymás után mennek, és szerencsére nem volt nagy a tempó, picit beláthatatlan volt a kanyar vége a kanyar elejétől. De olyan nagy volt a satúfék, hanem nyilván ott egy kicsit a kanyarban, ahogy úgy maradt a motor, amikor lelassították, akkor eldőltek sorba, mutatom még egyszer, jó? Lejátszom még egyszer, figyeljétek a kanyar végét. Ennek a motorosnak a szemszögéből az autóból semmit nem lehet látni, az első motoros az már látja, és szerencsére jól lereagálták, és nem volt nagy a tempó. Csak hát ugye volt egy kis dőlészeg a motoroknak, aztán nem tudták már a srácok megtartani, de ez legyen a legnagyobb probléma. Mindig kalkuláljátok bele a motorozásotokba azt, hogy a beláthatóság az egyik legfontosabb. A kanyarvadászat könyvben én folyamatosan vagy kb. 160 oldalon keresztül megy az, hogy milyen típusú kanyarban, milyen beláthatóságok mellett tudsz jó döntéseket hozni, és megelőzni ilyen hibákat, hogyha van egy idióta barom, akkor azt ne teszíd meg a motoron. És akkor el lehet kerülni ezeket a helyzeteket, hogy ilyen helyzet ki fog alakulni a motorozásod során, 1000% biztos. Tehát nem árt tudni azt, hogy milyen lépésekkel tudod, milyen motorpozíciókkal, mi alapján meghozott kanyarbemeneti sebességekkel tudod ezeket megelőzni ezeket a helyzeteket.